Tenyérnyi nagyságú a hollóházi porcelánból készült lapidariszkő, amelyet Nyíregyháza alpolgármestere vett át szerda délelőtt. A sajtótájékoztató helyszíne a Kállai ház udvara volt, ugyanis erre a nemrég felújított emblematikus nyíregyházi épületre ragasztották fel két komponensű gyorsan száradó ragasztóval az első domború kiskövet. Az NFC technológiának köszönhetően a telefont csak hozzá kell érinteni, és már is rengeteg információt olvashatunk például az építtető Kállai Rudolfról. Ez a találmány megyénkben, részben Nyíregyházán, részben pedig Kisvárdán kelt életre. 2018 óta folyamatosan hódítja meg a világot, jelenleg 13 országban van jelen. Lengyelországban legjobb innovációs díjat nyerte meg, Moszkvában legjobb innovációs díjat nyerte meg a termék, Magyarországon is több díjat bezsebelt már. Magyarországon gyártjuk a termékeket, hollóházi porcelánban vannak integrálva, ami érdekessége. Moszkvától gyakorlatilag most pont nem aktuális, de Oroszországban vagyunk jelen, Svájcban, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, Csehországban, Lengyelországban, és nyilván mi legfontosabb Magyarországon. 14 ilyen kő már készen a város tulajdonában van, ezeket folyamatosan helyezik ki a következő napokban. Olyan régi épületek és köztéri szobrok kapják majd meg, amelyek a város történelme szempontjából kiemelten fontosak. Ezek kiválasztása és a hozzájuk tartozó emlékoldalak kialakítása még a Covid előtt elkezdődött. Tavaly nyárra elkészültek, de az élet különböző dolgai elvitték ennek a kiragasztását, és azt gondoltuk, hogy most még beindul igazából a turisztikai szezon Nyíregyházán, itt elkezdjük kirakni szépen, fokozatosan, folyamatosan a helyekre. Direkt azért nem egyszerre, hogy szeretnénk, hogyha az emberek keresnék is. Tehát, hogyha ha esetleg hiányolnák azt, hogy hol nincsen, ha szólnának, hogy hova szeretnének még, vagy hova kellene, hova érdemes. Tehát megpróbálunk egy ilyen kis csalogatót is csinálni azért ezzel a körrel. Jelenleg csak magyar nyelven olvashatók be a kövek, de a tervek szerint a turisztikai szempontból fontos nyelvekre, így például lengyelre is lefordítják majd.